Kedves gégényiek, kedves vendégek! Gégényközség képviselőtestülete első alkalommal rendezi meg a hagyományőrző, májusválító és anyáknapi ünnepséget, melyen szeretettel köszöntjük a megjelenteket. A népszokások a magyar néphagyomány világának éves szinten ismétlődő szokásai, az évidőszakai, azaz a tél, a tavasz, a nyár, az ősz, jeles és ismert ünnepnapjai szerint. Május a tavasz legszebb hónapja, a szerelmesek hónapja. Ekkor már mindenki várja a nyarat. A természet ebben a hónapban zöldül ki a legjobban, a kertek gyönyörű színekben pompáznak. Ennek a hónapnak is megvannak a jeles napjai, szokásai, érdekességei. A mai ünnepségünkön két ilyen eseményt szeretnénk megünnepelni, illetve feleleveníteni. Elsőként az édesanyákról szeretnénk megemlékezni. Magyarországon az anyák napját minden évben május első vasárnapján ünnepeljük, melyet a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosított meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Műsorunk kezdetén hallgassák meg Halász Kristóf első osztályos tanuló szavalatát. Mentovics Éva az én anyukám. Szemed tükre, mint a gyémánt. Úgy tündököl, úgy ragyog. Elmondtad már milliószor, legszebb kincsed én vagyok. Mesék mondasz lefekvéskor, simogatsz, ha felkelek, s hogyha úgy visítok, hogy az ég is megremeg, kifürkészed, mi a gondom? Megtörlöd a szememet, hiszen tudod, mindent megold az anyai szeretet. Elnézted, ha céglalével pacáztam az ebénnél, s hogyha éjjel lázas voltam, borogattál, meséltél. Ápolgattál, pátyolgattál, így telt sorra napra nap. Most már tudom, hogy az anyák éjszaka sem alszanak. Te vagy az én őrangyalom, hogyha hívlak, nem késel. Tudod, anyu, úgy szeretlek, nem mondhatom elégszer. Thank you.
Tudjuk, hogy a hagyományok őrzésének tanítását már egész pici korban el kell kezdeni, amiben a mi óvodánk Körösi Gézáné vezetésével az élen jár. Többször bebizonyították már nekünk, hogy a gyermekeink pici koruktól ismerkednek a népszokásokkal, melyeket műsoraikban ügyesen elevenítenek fel. Következik a Napsugár óvoda Mici Mackó csoportja, akik tavaszköszöntő népi játékfűzést mutatnak be. A gyermekeket felkészítette Körösi Zoltánné és Antalné Kádár Zsuzsanna óvodapedagógusok. Köket tánc, kőket 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 tánc,
Thank you.